Nyáron folyamatosan készültek a tankönyvek a hazai nyomdákban, július végéig be is fejezték a munkát. Majd augusztus elején kezdték meg a kiszállítást, naponta átlagosan 200 iskolába érkeztek meg a kiadványok, összesen 13 millió darab. Sok könyvet várok, de nem nem várom az iskolát a sok tanulás miatt. A legtöbb intézménynél nagy tereket, általában tornatermeket kerestek a könyvek lerakásához, például a Nyíregyházi Jókai iskolában is. A könyvkupacok száma és magassága napról napra csökken, hiszen itt már elkezdték a tankönyvosztást. Istennek hála nálunk nagyon sok gyerek kezdi el a tanulmányait, 771 tanulónk van az idén, 12.500 tankönyvet osztanak ki a kollégáim és a tankönyvosztás az úgy történik nálunk, hogy az utolsó augusztusi héten, a tanévnyitó előtti héten, vagyis 22-től augusztus 22-től 26-ig reggeltől délig osztjuk a könyveket, és van olyan nap, amikor estig itt vannak a kollégáim. A szülők sorban állnak, bediktálják a gyerek nevét, majd várják a könyveket. Kis Balázs első cím, és evangélikus. Feljegyzik az adatokat, és az elsős gyermek anyukája már viheti is a könyveket, ráadásul ingyen, hiszen az általános iskola alsós osztályaiban alanyi jogon térítésmentesen járnak a könyvek. Kettő gyermekem van, az egyik gyermek első osztály, és a másik pedig hetedikes. Az első akkor ingyen kapja a tankönyveket, és a hetedikes pedig fizetős rendszerben. Vajon mennyit kell majd fizetni? Nem tudom. Körülbelül a az előzetes tájékoztatás alapján 20 ezer forint felett. Országosan mintegy 12 milliárd forint értékben 13 millió kiadvány kerül a diákok a napokban. A hetedikes a gyerek, minden tankönyvet megvásárolunk, mert nincs nagyobb testvér. Hogy mennyibe fog kerülni, azt igazából nem tudom. Köszönjük. És mit vár? Hát jó minőségű tankönyveket, hogy ne essenek szét. De én szerintem a tavalyi évben sem volt ez a probléma. Szilágyi Tiborni interjunk után vette át a tankönyves csekket, mint látszik 19.530 forintot kell majd fizetnie. A csekkeket minden érintettnek szeptember 15 ig kell kiegyenlíteni, fizetni lehet többek között készpénzzel, utalványjal, átutalással is.